Negyedik nap. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Elment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Lukács evangéliuma, második fejezet, az elsőtől az ötödik versig. Isten kis embereiért. Gondoltunk-e már valaha arra, milyen bámulatos, hogy Isten előre elrendelte, hogy Betlehemben szülessen meg a Messiás, amint a Mikeás 5:1 proféciájában szerepel. S ámulunk-e azon, hogy ő úgy rendezte el, hogy amikor eljött az idő, a Messiás anyja és törvényes apja nem Betlehemben élt, hanem Názáretben, s annak érdekében, hogy Isten betöltse előre kijelentett szavát, és azon az első karácsonyon Betlehembe juttasson két ismeretlen, jelentéktelen kis embert, Augustus császár szívébe helyezte a szándékot, hogy összeírassa az egész római világot, mindenkit a maga városában. Egy egész világra kiterjedő rendelet annak érdekében, hogy két embert 110 kilométerrel odébb mozdítson. Éreztük-e már kicsinek és jelentéktelennek magunkat a 7 milliárd lakosú világban, ahol minden hír nagyszabású politikai, gazdasági és társadalmi fejleményekről, valamint globális jelentőségű, sok hatalommal és befolyással bíró, kiemelkedő emberekről szól? Ha igen, mint ahogy én is, ne hagyjuk, hogy ez elcsüggesszen vagy elszomorítson minket. A Szentírás ugyanis azzal a hallgatólagos feltevéssel él, hogy Isten irányítja az összes nagypolitikai erőt és az összes hatalmas ipari komplexumot, mégpedig nem önmaguk miatt, hanem Isten kis emberei miatt, Mária és József miatt, akiknek Názáretből Betlehembe kellett menniük. Isten megmozgat egy birodalmat azért, hogy teljesítse ígéretét és megáldja gyermekeit. Ne gondoljuk, hogy az Úr keze megrövidült, ha a magunk kis tapasztalati világában nehézséggel találkozunk. Ő nem a gazdagságunkat vagy hírnevünket értékeli, hanem a szentségünket. Ennek érdekében irányítja az egész világot. Amint a példabeszédek 21:1 mondja, olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize, arra vezeti, amerre akarja. Ő mindig arra vezeti, amerre az övéire vonatkozó üdvözítő, megszentelő és örök céljai kívánják. Ő a kis emberek nagy istene, akiknek nagy okuk van az örömre, mert a világ összes királya, elnöke, vezetője, kancellárja és főnöke tudtán kívül a mi mennyei atyánk szuverén rendelkezéseit követi, hogy mi, a gyermekei, az ő fia Jézus Krisztus képére formálódjunk át, és azután bemenjünk az ő örök dicsőségébe.